Vessünk egy pillantást, a globális pénzügyi elit nem lesz tulajdonod, de boldog lesz a projektjének alakulására. Nem mondok újat azzal, hogy ismét a legkiszolgáltatottabb réteget érinti legjobban a válság, és ígértem egy összefoglalót erről, úgyhogy íme itt is van, persze kit érdekel, mert van TikTok, vannak videójátékok, van kábítószer, és hogy akár a homokba is dughatjuk a fejünket. Azért feltételezem, hogy ha már itt vagy, akkor téged érint, illetve ha rendszeres néző vagy, akkor biztos vagyok benne, hogy téged érdekel ez a téma. Szóval élelmiszer, lakhatás és energia árak előreláthatólag mikor lesz jobb a helyzet, meddig romlik még, mennyit ér a pénz, ha számlákat kell fizetni, ez az, ami minden, mindannyiunkat érdekli igazán, mik a tényleges okozója válságnak, de fontos megjegyezem, hogy nem akarom túl hosszúra fogni ezt a felvételt, egy másik videóban adatokat hallhatsz majd arról, hogy mi is történik az úgynevezett jóléti társadalmakban, mert ha azt hitted, hogy Magyarországon igazán rossz szörnyű helyzet, akkor talán meg fogsz lepődni azon, hogy mit mondok, Előzetesként annyit elárulok, hogy nem rózsás a helyzet. A világgazdasági fórum szerint a közgazdászok többsége megegyezik abban, hogy a válság még legalább egy évig tartani fog, és ez akkor, ha nem jön újabb háború, ezt már nem úgy mondják, ezt én mondom, hogy ha nem jön újabb háború, vagy a WHO, ö, akarom mondani, a központi bankok nem hirdetnek egy újabb világjárványt. A prerequisite to bring the world to a sustained high level of growth everywhere is to vaccinate all people and that is not yet done. Having a vaccination card that shows uh, when you were vaccinated uh, Csak mellékesen jegyzem meg, és biztosan te is észrevetted, hogy a hírekben szinte csak inflációról és GDP-ről, azaz bruttó hazai termékről hallani, miközben az infláció fogalma sem tisztázott, még közgazdászok között sem mert például máshogy értelmezi a kínzi is és máshogy az osztrák iskola, ráadásul a GDP alkalmatlan egy ország gazdasági erejének felmérésére. Az átlagembernek egyébként sem mond semmit, de egyébként lehet GDP adatokkal is dobálózni, meg inflációs mutatókkal, amiket egyrészt nehéz mérni, másrészt nem reprezentálják hülyen sem a gazdaság erejét, sem a lakosság vásárló erejét, és ez utóbbin van a hangsúly, tehát mennyit ér a pénzünk a bolban? Ez az, ami érdekel bennünket, ismétlem magamat. Ahogy a Bayreuthi Egyetem professzora is írja, itt a pénzvásárló erejének szisztematikus csökkenésére számíthatunk, hiszen a pénzügyi rendszer, és idézem, az államok, bankok, nagy intézményi befektetők és nagyvállalatok összejátszása. Tehát elsősorban a nagy központi bankokról beszélünk, amikor a bankok témakör felmerül, és az összejátszás témaköre, vagy pontosabban ilyen kontextusban. Az infláció egyébként sokkal inkább a a banki hitelbővítésre, vagy a fiat pénztermelésre vonatkozik, amit Ludwig von Mises a Pénz és a Hitel Elmélete című műviben inflácionizmusnak nevezett. Tehát a pénzmennyiség növekedése önmagában csökkenti a pénzegység vásárló erejét, és ezt használ ki a központi bankok, féktelenül nyomtatják a pénzt. Lord Mervyn King, a, a, a briti egybank, sokszor mondtam már, de elmondom megint egykori egykori elnöke, kijelentette egy televízióban tavaly egy nyilatkozatában, hogy érdekes módon a pandémia alatt minden központi bank ugyanazt a hibát követte el, minden nagy nyugati központi bank, belértve a japán központi bankját is. Szóval mindegy, adok meg az meg a leírásban egy átfogó cikket a témában, ha esetleg új neked a téma, még nem találkoztál ezzel. Számos tényezője van a megélhetési válságnak, országtól és szektortól függően, szóval nem könnyű elemezni a helyzetet, ezért mondom, hogy GDP meg infláció, ezek, ezek nem feltétlenül tükrözik a valóságot, illetve az okait annak, hogy mi miért is történik. Az infláció mellett ott vannak például az ingatlan spekulánsok, akik brutális mértékben nyomják fel az ingatlanok és bérleti díjak árát, Itthon ez valamelyest visszaesett 2023-ra, ahogy a sajtóban lehet erről olvasni. Nyilván ez nem vonatkozik az olyan országokra, mint mondjuk Hollandia, ahol bérleti díj van életben, tehát megvan határozva egy, egy, maximum bérleti díj a kormány részéről, de a fejlett országokra jellemző, hogy a általánosságban a fiataloknak egyre nehezebb lakáshoz jutni, nagy pénzügyi befektetők a világ minden részén egyre gyakrabban vásárolnak fel, nem csak, nem csak egy családos otthonokat, hanem célzottan épített diák lakásokat is, hogy ezen nyerészkedjenek, hiszen egy meglehetősen stabil befektetésnek minősül, lehet őket hibáztatni, hogy élősködnek, a másik Parazit a rendszerben élünk. Na mindegy. Ez egyre több fiatal egyetemist kényszerít egyébként a hajléktalanságból szóval egyáltalán nem vicces a helyzet, és erről már a nemzetközi sajtóban is lehet olvasni, akkor a probléma. Másik probléma az ingatlanokkal például Kanadában, ahol megduplázódtak a bérleti díjak és a jázzálok hitel is, hogy óriási lakáshiány van részben a migrációnak köszönhetően. A kanadai háztartások adóssága egyébként a legmagasabb a G7 országai között. Komolyan nem túlzok, nem viccelek. A megemelkedett migrációs hullám bizonyos országban, mint például az Egyesült Királyságban, Kanadában és az USA-ban erősen hozzátesz a magas ingatlanárakhoz. Ezekben az országban tipikusan ez hatalmas válságot láthatunk a lakhatást területén. Ehhez jön hozzá, hogy a világországainak teljes adósságállománya a globális GDP 238 et tette ki tavaly, tehát 238%-át. Az IMF igazgatójától, Kristalina Georgievától is van néhány érdekes adatunk, aki a Foreign Affairs-ben írta, azt írta, hogy 2022 végére a feltörekvő piaci országok átlagos adósság szintje elérte a GDP 58%-át, ami, a jelentős, ami jelentős növekedés az egy évtizeddel korábbi 42%-hoz képest. Tehát a válság 2008-as válság után nem sokkal vagyunk. Az alacsony jövedelmű országok átlagos adósság szintje még erőteljesebben nőtt ebben az időszakban a GDP 38%-áról 60%-ra. A Világbank egyik elemzése szerint a szegénység szintje átlagosan 30%-kal ugrik meg, miután egy ország nem teljesíti külső kötelezettségeit, és egy évtizedig magas marad, ami alatt a csecsemű halandóság átlagosan 13%-kal emelkedik, és a gyermekek várható élettartama lerövidül. És akkor lássuk az árakat, az ENSZ 2022. júniusában adott ki egy jelentést, Ukrajna és az Orosz Föderáció jelentősége a globális mezőgazdasági piacok számára, valamint az ukrajnai háborúval kapcsolatos kockázatok címmel. Ebben kiértékelik a, a háború globális élelmiszerellátási láncra kifejtett hatásait. A legrosszabb forgatókönyv szerint az élelmiszerárak 2026-2027-ig további 8 8,5%-kal emelkedhetnek, tehát bármit is látunk a hírekben, fontos érteni, hogy a válságos időknek közel sincs vége, és nem ijeszgetni akarok senkit, nem erre van szó, de szerintem jó tudni arról, hogy mi várható, mik a kilátások, és milyen irányban érdemes gondolkodnunk, hogyan készüljünk az érkező sokkokra. Na most ehhez jönnek hozzá az antropogén klímahisztéria szankciók, vagy inkább a karbonkereskedelmi kvótarendszer szankciók, és a részben ezeknek a következtében megemelkedett műtrágy árak. A, a Világbank jelentette, hogy 2022. októberére az európai ammónia gyártási kapacitás mintegy 70%-át csökkentették, vagy leállították, és különböző export és tranzit akadályok felmerültek részben a háború és a kínai exportkorlátozások miatt. 2020 és 2022 között megduplázódott a műtrágyára. Ezt láthattuk, és hát ennek a következményeit szenvedjük jelen pillanatban. A világ teljes lakosságának élelmiszerellátása 50%-ban függ ugyanis a műtrágyától, és ezek a nyilvánvalóan generált proxy válságok, mint az orosz-ukrán háború is, óriási pusztítást végeznek, aminek évekre előre következményei vannak. Ahogy erről sokszor volt már szó ezen a csatornán, de ahhoz, hogy megértsük, mi történik, fontos erről tudni, és itt is meg kell, hogy említsem. Meg persze az is megállapított, hogy minden vásárnak van tényleges alapja, de azért elég jól látható, hogy milyen globális érdekcsoportok nyerészkednek is a helyzetből jelenleg. És hogy lásd, nem én találom ki mindezt, itt egy Wiley tanulmány a témában, tehát egy tudományos magazinból fogok idézni. Azt írják, hogy az elmúlt években számos partnerség jött létre vállalatok filantróp alapítványok és az ENSZ között. A vállalatok és a filantróp alapítványok, mint például a Bölös Gates alapítvány által az ENSZ tevékenységére nyújtott magánfinanszírozás folyamatosan nőtt. A finanszírozási gyakorlatban bekövetkezett változásoknak ható következményei vannak a globális kormányzásra. A magánfinanszírozás azzal a veszélyel jár, hogy az ENSZ ügynökségek, alapok és programok kétoldalú vagy köz-magán projektek vállalkozóivá válnak, ami alása, a rendszer több oldalú jellegét, és alássa a demokratikus globális ö, kormányzást. Na most megint, válságok növelik a társadalmi egyenlőtlenséget. Tehát miről beszélünk? Kinek kedveznek ezek a válságok? És nem kell egy globális összeesküvésről beszélnünk. A gazdagokat még gazdagabbá teszi, a szegényeket pedig még szegényebbé. És itt már is látható az a bizonyos közös érdek, amikor a fontos kérdésekben igenis sokan megegyeznek. Hogyan is működik? Amit Eisenhower elnök katonai-ipari komplexumnak nevezett az USA-ban, az terpeszkedik, terjeszkedik, inkább terpeszkedik, mint egy polip az egész világon. És mit okozott az orosz háború, ugye, láthatjuk. Egyébként van egy másik fontos aspektus, ide tartozik, talán nem úgy tűnik, de ide tartozik, és meg kell, hogy említsem, a karbon rendszer, a vakcinaútlevelek, a digitális jegybankpénz kapcsolata. A mai nap, amikor ezt a videót csinálom, és ez aktuális, 2023. november 8-án indul az 55 alatt kezdeményezés. Az ENSZ, a Billsman-Egész alapítvány, a Rockefeller alapítvány és más NGO-k finanszírozásával 5 év alatt 50 országot akarnak berántani. A digitális fizetési személyazonosító és adatcsere rendszerek használatában, amik a szerint persze elengedhetetlen, elengedhetetlenek a digitális korszakban a pénzügyi piacokon és a társadalomban való részvételhez. But what it means to be a digital public good is that no one owns them, they are available freely available to all to use and they are shareable and this is why it's so important. Because what we see is that countries around the world are trying to solve the same problems. And if others have already developed a solution and made that openly available to everybody, then they can grab that and use it for their own purposes, solve their own problems. And this is why we're so excited about this, because they become building blocks for countries to work on their digital public infrastructures. For these goods to operate successfully and optimally, you do, you do need the digital public infrastructure as well. Digital public infrastructure, in fact, is the one thing that assures interoperability and smooth functioning of an economy. When you take, for example, what has been happening in Ukraine and how the government, in the midst of a war situation, has used digitalization and digital governance to actually run their country, it shows you how digital public infrastructures make a difference to growth, to sustainability, sometimes even just for survival. És már is érthető, hogy például, mire jó egy háború, és amikor a digitális közjúról beszélnek, és arról, hogy, hogy senki sem birtokolja az adatokat, hogy minden mindenki szabadon elérhető, mint egy csodálatos utópiában, és ingyenesen használható ezek a digitális szolgáltatások, akkor mindenki fejében azonnal fel kellene, hogy lobbanjon a láng, ez a bizonyos égő fel kellene hogy gyulladjon, hogy ingyen, mi, mi van ezen a világon ingyen? Semmit sem adnak ingyen, akkor hogy lehet, hogy ezt ingyen adják? Szóval nyilvánvalóan most sincsen ingyen, jogilag talán így van, talán szabadon elérhető lesz, lehet, hogy leszek szolgáltatások, vállalatok között a kooperációt elősegíthet egy digitális infrastruktúra, a különböző kereskedelmi egyezmények, simábban működhetnek globális ellátási láncok, és így tovább. Mondjuk azt hagyjuk, hogy miért van erre szükség, tételezzük fel, hogy ez jobb lesz nekünk, de, de nem lesz jobb nekünk, mert jogilag még egyszer mondom, talán így van, de milyen adatokról, milyen információkról, milyen alkalmazásokról, milyen digitális eszközökről beszélünk. A megszűrt, letisztított, cenzúra filterén átment az irányításunkra használt ENSZ által jóváhagyott adatokról, mint egy ilyen világkormányzási testület kijelenti, hogy a mi igazságunk az igaz, ahogy a WHO is teszi, és ha valaki ellen mer szólni a WHO-nak, ellen mer mondani, legyen az doktor, mikrobiológus, teljesen mindegy, cenzúrázni fogja, a, 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 fogják a platformok, a globális platformok, amik a kommunikációt, hatékony kommunikációt segítenék elő a világ lakosai között, és mi történik, az ENSZ közbeszól, és azt mondja, hogy mi, és csak is mi tudjuk a teljes igazságot, és mi képviseljük a tudományt, és te nem vagy a testületünk része, úgyhogy fogd be a szádat, letörlünk a platformról, ahogy oly sok szakértővel is tették, meg nem szakértővel is tették, aki merészelt, én magam is cenzurálatot lettem, úgyhogy ezért mondom, aki merészelt szembeszállni, a, a hivatalos narratívával mondjuk így, de nem is szembe szállni, csak megkérdőjelezni vagy kritizálni. Szóval jóváhagyott adatokról beszélünk, információkról és eszközökről. Például ebben a videóban miért Ukrajnát említették a háborúval kapcsolatban, miért nem Oroszországot említették, hogy ők hogyan használják a digitális infrastruktúrájukat nem, Ukrajnát kell említeni, mert Ukrajna pártját kell fogni a narratíva szerint, és már is közbe szólt a politika az ENSZ nagy szabadságcentrikus eszmébe, és hogy ezért veszélyes az, ami történik, és ezért kell már ragaszkodnunk ehhez a szabadságcentrikus állásponthoz, és elutasítani az ilyen monopóliumra való törekvéseket, és azt, hogy egy ilyen nem demokratikusan megválasztott testület beleszóljon az életünkbe ilyen mértékben. Ja, ti lesz, ugye, az infrastruktúra. És hát a legfontosabbat majdnem elfelejtettem mondani, tehát ez a lényeg, hogy ti lesz, miénk lesz az infrastruktúra, de nem írunk vele semmit, mert a felügyeleti állam, az irányításunkra fogja használni. És még mindig arról kell vitatkoznunk, hogy nincs törekvés a világkormányzásra, hogy nem lehetséges megegyezés fontos érdekhálózatok részéről, sok ilyen üzenetet kaptam én is. Véleményem szerint igenis lehetséges egy domináns hányad részéről egyetértés, és abba az irányba fog haladni a dolog. A verseny, amit az érdekhálózatok ütközései, az, az ellenvélemények, Csupán arról szólnak, hogy kinek marad széka a játékban, és ki az, aki földre fog ülni, a gépezet már a pályán van, a szemünk láttára vannak lefektetve a digitális gulág alapkövei, nem valami alpesi kastélyban az éjleple alatt kerülnek ezek bevezetése, nem, a szemünk láttára, lépésről lépésre, és, és látszólag a széles publikumnak halvány lövésed, de még érdeklődése sincs a téma irány, tisztelet a kivételnek, és azért azt megjegyezném, hogy egyre többen ér, érzik a bőrükön, hogy valami nem oké, és keresik a válaszokat, és tőlünk kapják meg a válaszokat, úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor add tovább ezt a videót, hát ha, hát ha kapnak mások is válaszokat ebben a kérdésben. Na, vissza az élelmiszer árakhoz. Úgy tűnik, hogy picit eltértem, de ez nagyon is ide tartozik véleményem szerint. A műtrágya előállítása nagy mértékben függ a, a földgáztól, ami tudjuk, hogy az orosz háború és a klímahiszti miatt megdrágult. És mindez azelőtt, hogy a közel fokozódott volna a konfliktus, ami az, éle, az értelmetlen mészárlás mellett az üzemanyagárak tekintetében is újabb rossz hír mindannyiunk számára. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, például akkor, amikor az élelmiszerárak emelkedését látjuk, Nyilván a legvidámabb barokban nem is lehetne szebb az élet. A bankmonitor szerint átlagosan közel 13 millió forint megtakarítása van egy magyar háztartásnak. Őszintén ez a felmérés még akkor is szűrjá is, ha nem átlag megtakarítás nézzük, hanem azt, hogy, hogy a háztartások legszegényebb 30%-a, a megtakarítások csak 5%-a fölött rendelkezik. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy a legszegényebbek megtakarítása maximum a savanyúságos spájzban, és akkor szerencsések. De komolyan nevetséges ez az egész. Rekordszámban húzzák le a rolót a magyar cégek, elmélyült a gazdasági válság. 30 éves mélyponton a magyar gazdaság ilyen hosszú válság, ami a COVID-19 járványon sem volt. 18%-on a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya. Ez már a KSH adata. Brutális lakhatási szegénység. Itthon 2 millió embert érint. Egyes becsülések szerint többet, akár 3 milliót is nem tudjuk pontosan. Az élelmiszerárakat Magyarországon felesleges említenem, szerintem mindannyian látjuk, hogy mennyivel többet fizetünk a boltban, viszont Kínát hadd említsem itt a többi országról majd a következő videóban, hallhatsz, ahogy említettem, nem szabad alábecsülni azt, ami Kínában történik. Én úgy gondolom, hogy ha szeretnénk látni, milyen irányba tart ez a szép új világ, akkor Kína sorsa példaértékű, az új világrend régióit ugyanis lehet, hogy egy ideglenes versenyfutás szétbomlasztja a felszínen, bocsánat, de, de, ebben a globalizált technológiai korban, amikor mindenkit ez a kínzi, lufi gazdaság, az kamatok és a körbetartozás tart fogva, akkor a közös érdek mindent felül fog érni. Én úgy gondolom, hogy már túlságosan össze vagyunk kapcsolódva ahhoz, hogy innen visszaút lenne. Na mindegy, csak néhány főcímet mutatok, mert Többre már nem lesz idő, órákat lenne beszélni arról, hogy a kínai gazdaság és társadalom mekkora gigantikus problémákkal is néz jelenleg szembe. Sokat említettem is már korábbi videókban és cikkekben ebből, a környezet és demográfiai katasztrófán túl kipukkant az ingatlan buborék is, ami becslések szerint a, GDP 30%-át jelentette, nagy vállalatok távoztak az országból, kis és középvállalkozások zárnak be tömegével, az Covid politika, és nyugati kereskedelmi szankciók okozta károkról nem is beszélve, beütött a, beütött a gazdasági mélyrepülés, ahogy már 2022-ben egyébként mutattam is számos elemzésnek tök arról, hogy ez így fog alakulni, és lámlám -lám így is alakult. Szécsimpingnek számos kritikus alkod a kormányon belül is, tehát nagyon, nagyon nem jó ott sem a helyzet. És euh, akkor hagyja olvasok néhány, néhány főcímet a témában. Kína gazdaságát évekig hátráltatni fogja az ingatlanválság. Kína önkormányzati finanszírozási eszköz benfentesei szerint a 9 billió dolláros adóság probléma egyre súlyosbodik. Kínában a helyi önkormányzatok adóssága jelentik a problémát. A kínai önkormányzatok nehezen tudják kifizetni a köztisztviselők bérét. Itt azt írják, hogy a kínai önkormányzati kötvények 9 billió dolláros állománya, amely segített kihúzni a világ többi részét a 2008-as pénzügyi válságból, ezúttal egyre nagyobb kockázatot jelent. A Goldman Sachs Specialise szerint 34 billió yuan, 4,75 billió dollár önkormányzati adósság van az általa fedezett bankok mérlegében. Májusban 23 billió. 23 billió amerikai dollárra becsülték a helyi önkormányzatok adósságát, ez gigantikus összeg, és ha ezek a hitelek bedőlnek, annak elemzők szerint a globális gazdaságra is komoly hatása lesz. A Tianjin, Tianjin városában az adósság aránya a költségvetési bevételekhez képest 1080 százalék. Kína gazdasági csodájának egy része délibáb volt, Kivégzett a kínai gazdasággal. Kína ismerős gazdaság visszaeséssel néz szembe, de válságát súlyosbítja az ukrajnai háború. A kínai gazdaság Japánhoz hasonló elvesztett évtizedek felé tart. Sokan japán gazdaság az 80-90-es évek eseményeihez hasonlítják. És az ifjúsági munkanélküliségi ráta Kínában rekord magas, 21%-ra nőtt júniusban, ez a, ez a 16 és 24 év közötti fiatalokat jelenti, de hogy ez az agytörözt is írja, egyetemi hallgatók is akadémikusok szerint a fiatalok munkanélküliségének valódi mértéke sokkal nagyobb is lehet. Megadom ezeket a forrásokat is. Olvasgassak témában. Szerintem hát elemzés szempontjából, geopolitikai elemzés szempontjából szerintem nagyon érdekes, más szempontból lesújtó és sajnálatos. De oly sokat halljuk, hogy a nagy Kína érkezik, és már régen késő kínaiul tanulnunk, mert le fogják igázni a világot. Én szerintem nagyon nem úgy el a helyzet. Na mindegy, most ennyit, aztán folytatjuk egy másik videóban, ahogy ígértem, mert nem akartam ezt a felvételt túlságosan hosszúra húzni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kérlek, ne felejtsd el, el megnyomni ezt, és feliratkozni a hírlevélre, és a különböző platformokon is megnyomni a csengőt, illetve Kérlek, ne el támogatni a Szkeptikus Kerekasztal projektet, óriási segítség abban, hogy tudjam folytatni a munkát. A videó alatti leírásban találsz ehhez kattintható linkeket, és találkozunk hamarosan, addig is sikeres tájékozódást kívánok, sziasztok!